Madár repül, hova szél hívogat. Madár repül, hol a szív simogat. Madár fütyül szép verseket annak, aki elfeledett. Kinek léte az élet, minek kérte, hogy éljek, talán elveszi mindazt, mit rám mértek az évek. Aztán elmentél mégis veled, felednék én is, hogy ne legyen ez más, mint egy múló hipotézis. Dörgött az ég veled, az eső lágy puha rejteked át. Ismerted mindenem, jó volt így nélküled, minden hang fáj. Madár repülj, hova szél hívogat. Madár repülj, hol a szív simogat. Madár fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Nyílott virág ez év tavaszán, súgta felém, hogy elmégy igazán. Találj hazád, Csabád, a mezőn egy kis madár ott táncolt, hogy szemembe könyvszökőcs le most a bánatom. Mert úgy nézett rám, mintha nagy fiát vigyázná, és a szánnek pihent vállamon. Jön az eső, távolról énekel, tova repült, mi lesz az élettel? Megpihenésre ám vár, menj el már, szállj! Madár repülj, hova szél hívogat. Madár repülj, hol a szív simogat. Madár fütyülj szép verseket annak, aki elfeledett. Nyílott virág ez év tavaszán, súgta felém, hogy elmégy igazán. Találj hazád, Csabád, mert veled sem mehetek. A színpadon Szekér Gergő! Ez volt a Madár repülj. Köszönjük szépen! Az első válogatóhoz hasonlóan ez is magas minőségben indult. Köszönjük szépen! Feró, hogy tetszett? Másodszorra. Gergő, te voltál a legelső ebben a műsorban, akit én láttam, és én voltam a legelső megszólaló, aki ebben a műsorban végre mondhattam valamit. Na most azt ígértem neked, mert akkor még könnyelmű voltam, hogy lehet, hogy ez lesz az év dala. De azóta mentortársaim átvették ezt a dumát. Ezer felé szórják szaraszét, de te ne foglalkozz ezzel. Hallgass én rám. Én tudom a frankót. Lehet, hogy ez lesz az év dala. Köszönöm szépen. Jó, hát egyszer már megtörtént, akkor jót jelentett. Miki, kérlek. Én azt hozzátenném, Ferro, azért azt te is tudod. Amióta együtt vagyunk bármikor, megszólal egy dal, akkor azonnal azt mondod, hogy lehet, hogy ez lesz az év dala. Úgyhogy azért maradjunk ennyibe így a pontos... Nem lehet, hogy az lesz az év dala? Hát bármi lehet, igen. Azért. Amikor az abba szólt, akkor is ez volt, de mindegy. Szóval, én nekem az a helyzet, hogy egyrészt a háttér az szuper lett. Nagyon-nagyon izgalmas lett ez a része. Én nem tudom, tehát, hogy adott egy ilyen borzasztóan tehetséges srác, tehát, hogy tényleg mind az éneklése, mind az, hogy te írtad a zenét és a szöveget, ez szerintem nagyon imponál, és nagyon, majd erre lehet, hogy röviden kitérnék. Ugye a szöveg világával ott van nekem egy kis problémám. Szóval a barátaim is mondták, hogy ez egy sok értelemben nagyon tetszik nekik ez a dal, de egy több olyan pont van, ami egyszerűen csak számomra értelmezhetetlen.
Szóval például ez a rész, most nem akarok nagyokat kiemelni, de az például az, hogy kinek léte az élet. Én szívesen bedobnám, hogy az MTVA-ba, nem tudom mi a postafiókot, hogy küldjék el a megfejtéseket, hogy ez mit jelent. De sajnos ez tudom, hogy ez valami olyasmi, ami ilyen érdekesen hangzik, és akkor lehet rajta gondolkodni, de valójában ez értelmetlen. Jó, hát te csak az anyám tyúkját ismered. Ja, az csak... Na, szóval hogy egész egyszerűen, hogyha meglenne ez a fajta kötése, hogy tényleg, tehát én arra akarnál téged csak biztatni, pont azért, mert én azt érzem, hogy ez a szöveg, ez nagyon igényes, vagy pontosan igénye van az igényességre, hogy szóval hogy azt érzem, hogy olyan sok van benned, hogy tényleg kezdjetek el érdemes vagy költőkkel, vagy a baráti körbe olyan kapcsolatokat kialakítani, hogy meglegyen az, hogy írtam egy szöveget, van egy, nézd már meg, gondolkodjunk rajta, és legyen meg ez a kommunikáció, mint ahogy, szóval tényleg annyira fontos lenne, hogy ez egy ilyen checkpoint keresztül menjen a dolgon, mert hogy ez egy olyan értékes produkció lenne, és hogyha ez a része is meglenne, akkor egy sokkal magasabb szintre kerülne ez a dolog. Jó, hát köszönöm. Miki, köszönjük szépen, kérlek, pontokba is vetítsük ezt át. Nos, ez 8 pont. 8 pont? De nagyon jó kis kezdés, köszönjük szépen, Ferro. Az kevés. 9 pont. Köszönöm. Rendben, mi örülünk neki. Lilla, kérlek. Sokunk szívébe szállt ez a madár, 9 pont. Egy újabb 9-es. Misi, kérlek. Ferro fejlődő tendenciát mutat a hatosok után, azt kell, hogy mondjam. Nagyon megfogott a vizuál, az zseniális. Egy zenész, én azt gondolom, hogy egy előadó nem csak azért áll színpadra, hogy audio élményt okozzon a közönségnek, hanem vizuális élményt is, ez megvolt. 8 pontot szeretnék adni. 8 pont. Ha jól számolok, Gergő, akkor 34 ponttal indulunk. Ez igencsak erős, főleg elsőre, de van még egy fontos pontszám, ez pedig a nézői pontszámoknak az átlaga. Lássuk, hogy mennyit repítenek. Egy 9-es! Na ez az imponáló, kedves nézőink. Gergő, gratulálunk, ez 43 pont. Irány a pályába, és hamarosan beszélünk. Köszönöm.